a tarsoly rajzolatokról még senki nem ment olyan mélységbe, a megfejtésekbe, mint Sanyi bátyánk. Szeretném bemutatni nektek mostan, hogy melyik három tarsolyt került elő az elmúlt években. Az első itt, ami hozzám közel van, a Bárándi. Ez a Bárándi tarsoly. Képzeljétek el, ennek a története röviden az, hogy Bárándi és Püspökladány között volt egy öreg házikó. Meghaltak az öregek, és a fiatalok úgy döntöttek, hogy lebontják ezt az öreg épületet, és a tető gerendái között volt egy sárkupac. Nem vették észre, csak mikor leesett a földre ez a gerenda, napsütésbe a sárkupac kinyílt. És ilyen épségben aranyozott tarsolylemez került elő. Ez a Bárándi tarsolylemez. Utána Dabas mellett Bugyi helységben került elő ez a csodálatos mintázatú tarsoly, tarsoly a tarsolyban, hogyha látjátok. Ez is majdnem, hogy ilyen épségbe került elő. Ami egy fél éve került elő, ez pedig a Pátyi tarsoly. Hihetetlenül szép, többrészes, csodálatos, nemzeti kincsünk ezek. Csak háttérben vannak. Többet érdemelne, méltán viseljük, emeljük föl magasra, mutassuk a világnak, hogy milyen csodálatos régészeti tárgyaink vannak. Én, amit tudok, megteszek mindent, de egyedül kevés vagyok. Csak úgy tudjuk visszahozni, mert a célom az mindig, hogy azokat a régészeti tárgyakat, amelyeket elődeink viseltek, mi hozzuk vissza a hétköznapokba, és igenis mutassuk a felnövő fiataloknak, hogy milyen kincs van a kezetekben. Legyünk ezekre méltán büszkék, és Sanyi bácsinak köszönöm, hogy a tarsolylemezek formavilágával, értelmezésével, magyarázatával foglalkozik, és köszönöm, hogy sok mindent leírsz olyanokat, ami az élet körforgásában benne van. És úgy néz ki, hogy a tarsolyok mintakincsébe is nagyon sok minden ott van. Magyarázat, értelem, és ezt az embereknek mutatni kell, és el kell magyarázni. Köszönöm, Sanyi bátyám! Köszönöm a felvezetést. Szeretettel köszöntök mindenkit. Tulajdonképpen úgy keveredtem ide, hogy évekkel ezelőtt már hozzáfogtam a világéletem titkainak a megfejtéséhez. És amikor először is minden fizika, ezt tudni kell, de nem kell megijedni ettől, mert minden a fizika törvényei alapján működik. És amikor eljutottam odáig, hogy a lelki világ részbe, a telítetlenségből kifolyólag megrajzoltam azokat a mágneses kapcsolati rendszereket, amik kialakulhatnak, akkor kijött egy ábra. És meglepőbben láttam, hogy ez valahonnan nekem ismerős. Napokig töprengtem rajta, hogy mi is lehet ez, mikor egyszer reggel úgy ébredtem, hogy ez bizony a tarsolylemez. Hát gyorsan utána néztem, és tényleg, leginkább a szolyvai tarsolylemez, amelyik hasonlít erre,
mert a mágneses kapcsolati rendszer ez mutatja viszonylag leegyszerűsítve, de legpontosabban. Hát tulajdonképpen megírtam a világegyetem felépítését és működését most már 6 könyvbe, illetve 7-ben, mert a 7. az itt van. Itt van, és ennek az a címe már, hogy mit üzennek a tarsói lemezek. De sajnos a nyomda az majd csak a jövő héten fogja kinyomtatni, úgyhogy ez csak a null széria, amit lejavítottam, hogy még ezeket, amiket kell, azokat kijavítsam rajta. Miért fontos ez? Az egész magyarságnak a ornamentikája, és így beleértem még a falvédőket is, de akár a tarsolylemezeket, hajkorongokat, süvegcsúcsokat, vagy ivócsészéket, vagy bármit lehet mondani, övereteket, minden egyet sugall, egy indás mintázatot. Na de hol van ez az indás mintázat? Ez bizony a lelki világ részben van, ahol már mi nem tudunk betekinteni, viszont a mágusaink hajdonán megtátosodott állapotba, vagy tátos állapotba, akkor bizony beleláttak, és látták ezt a szövevényt. Látták, hogy hogyan kapcsolódnak az egyes részecskék, illetve ott egészecskék, hiszen részecskéket itt ismerünk. Ezt a tárgyi világunkat hozza létre egy evolúciós folyamat, teremtett evolúciós folyamatba, a tervbe, hozza létre ezt a látható világunkat. De minden ilyen részecskének a lelki világban és a szellemvilágban folytatása van. Itt csak, hát kénytelen vagyok most egy tudományos szót használni, az energia maximum pontjuk, vagy nódusaik vannak. Azoknak az evolúciós folyamata rakta össze a látható világétrünket. Hát az idő elég rövid, ezért inkább most úgy bemutatnám egy kicsit a könyveket. A legelső könyv, amit írtam, az már nem érhető el, azt még 2016-ban írtam, kiosztottam jó néhány fizikusnak, hát visszhang nincs. Ez több szempontból is érthető, nem is vártam én nagy dolgot, én annak örülök, hogyha felhasználják, ami benne van. Mert akkor nem vész el a tudás, hanem az aktuális gondolatmenetnek, ami éppen még elfogadható a tudományos világban, azt felhasználják. Ez visszaköszön egyébként egy neves fizikusnál, ott rendszeresen észlelem, de ez kevés. Az kellene, hogy mindenkihez eljusson, ugyanis a testlélek szellem felépítése alapvető dolog, mert a teremtés az ott van mindenkibe. Mindenki, minden elektron megvalósítja a teremtést. Mi többek között elektronokból vagyunk, illetve alapvetően elektronokból vagyunk, csak utána az szerveződik, és kialakul a magura, amelyikből már tovább épülnek a kvarkok, abból a protonok, neutronok, atomok, és az atommagok és az elektronokkal, a szabad elektronokkal együtt az atomok. Tehát ez egy folyamat. Ez is egy evolúciós folyamat. Mivel az egy elég hosszú könyv volt a legelső, ezért szerkesztettem egy nagy csomó ábrát. Ebben már vagy 80 ábra meg bizonyító fénykép van. Tudni kell azt, hogy semmi titok nincs a világegyetemben már. Semmi. A gravitációtól az életig, de minden. Mindig, amikor találkozok egy személlyel, egy orvossal például, na akkor hogy is van az ingerület átvitel a idegszálakon? Miért is van a mielin hüvely? Miért van rajta a rangvier befűződés? És akkor csak állnak. Persze azért, hogy az ingerület ott átszökel, és akkor gyorsabb, ez csak mese. Valóság nem ez, hanem a lelki világ részben, ahogy az elektron viselkedik. Vagy például egy pszichológia tanárral beszéltem, és akkor megkérdeztem, hogy
És mi a lélek? Kicsit gondolkodott, nem tudom. És mi a szellem? Nátor meg pláne jobban kitátotta a kezét. Fogalmuk sincsen. Pedig enélkül rendkívül nehéz az egész világegyetemnek a megértése. És azt tudni kell, hogy ami kicsiben, az nagyban. Tehát mi mindent leképezünk. Ezért mindenkiben benne van a világ közepe. Nem valahol messzire kell keresni. Itt van bennünk. A táguló világegyetem az itt nálunk kezdődik. Minden egyednél. Na tehát megszületett ez a könyv, ez már jó néhány éve. És még egy nagyon fontos. Ebben ilyenek is vannak, mint a címer, de benne vannak a koronázási szentségeink. Ugyanis a könyv alapján minden megfejthető. Semmi titok nincs. Mit csináltak az őseink? Meg mindenki. A tudás a legjobbát tűzte a zászlajára. Hát ebben a címerben pontosan ez van. De minden része, a saktáblától kezdve, a kettős kereszt, háromos halom, meg mindent meg lehet magyarázni. Meg lehet találni, hogy hol van. Egyébként meg is írom benne, sok mindent megírok, de azért hagyok titkot is, hagyok egy kis feladatot az olvasónak is, mert itt van például a Szent Koronánk. Minden részlete megmagyarázható. Részben ezt már próbálják is, és nagyon sok jó dolog van benne. De például mik itt ezek a félkövérek, mi ez a rengeteg gyöngyit, mit ez a 9 darab függő. Mindennek megvan a magyarázata. Tehát semmi sem véletlen. Aztán hozzá fogtam írni egy verses füzetet, mert kicsit nehéz azért még mindig a téma, holott semmi bonyolultság nincs benne, csak gondolkodási módot kell váltani. Mind a 3 világ részbe kell gondolkodni. Paradigmaváltásra van szükség, másképp egy helybe topogunk. Valójában az érzékszerveink azok a tárgyi világunknak a befogadására, észlelésére fejlődtek ki, ezért nem tudunk, nagyon nehezen tudunk a lelki világ részbe és a mágnes és szellemvilágba gondolkodni. Ugyanakkor a fizikusok azért kitalálhatnák, hogy miért is van az, hogy az indukció úgy jön létre, hogy az elektromos térre merőlegesen kell mozgatni a vezetőt, vagy fordítva, mindegy, hogy áramot kapjunk. Tehát itt már látható, hogy az elektromos tér és a mágneses tér egymásra merőlegesen van eredőben, mert felépítésileg a tárgyi világunkra van merőlegesen a lelki világrész, arra pedig lenne merőlegesen a mágneses szellemvilágrész. De eredőben a két szélső, tehát a tárgyi világunk és a mágneses szellemvilág van merőlegesen. Na, tehát írtam egy ilyen kis verses füzetet, és ebbe azért már beletettem néhány dolgot itt a végén, ami a többek között a rakamozi turulmadaras hajkoronggal foglalkozik, aztán itt van benne a magura. Mi is a magura? Hát a magura az egyik legfontosabb dolog a világban, az elektron mellett. A mag ura, az atommag ura, mert ebből tevődik össze minden további részecske, mint mondottam, a kvarkok, utána a protonok, a neutronok, így az atommag, viszont ezek állandóan változóak. A népmeséinkben úgy szerepel ez, hogy a világ csodakertje, ahol a szépen szóló pintyőke van, mert olyan csengés-bongás van benne, mint egy csodakertbe, mert állandóan változnak a kapcsolati rendszerek. Tehát ez a magura,
Egyébként a magyar nyelvben a magura, a mag elnevezés, a családnevekben magony, maglódi, aztán legkülönbözőbb változatokban megtalálható. De itt vannak benne a tarsói lemezek, itt van benne a hajkorongok, az ötlábú gebeló, ha esetleg valaki emlékszik a népmesékből, mi is az ötlábú gebeló, és miért női viselet? Nagyon fontos. Az ötlábú gebeló, azért most megsúgom gyorsan, az nem más, mint a testünknek, a szervezetünknek a belső energetikai információs rendszere, amit úgy nevezünk, hogy meridiánok, a meridián kapcsolati rendszerek. Most különféle nézőpontból, hogyha nézik a lelki világrészbe betekintők, akkor különféle ábrákat látnak, ábrázolások, és akkor így alakult ki többféle, akár a táltos kecske is, mert ugye ilyen is van. De van olyan is, hogy a csodaszarvas. Azután itt van például Attilának a szabjája, a Isten kardja. Ennek a mintázata ugyanaz, mint a tarsai lemezeké. Ugyanaz a magurákból kiáradó mágneses fonalak, amelyek kapcsolódnak egymáshoz, egyébként a hetedik ziglen való öröklés is innen ered, mert addig még kimutatható ez a kapcsolati rendszer, ahogy az egyes részecskék, ahogy kapcsolódnak, utána ma annyira fölhigul, hogy már nincsen neki jelentősége információ szempontjából. Na, tehát született ez a kis verses füzet. Utána hozzá fogtam írni egy lexikont, mert hogy azért már jó lenne, hogyha egységes neve lenne mindennek. Mert az, hogy mit kell értenünk Isten alatt, mit kell értenünk mennyország vagy pokol alatt, hiszen mindennek megvan a konkrét fizikai helye. Ezt most nem mesélem el, hogy hogyan, de bizony jó, hogyha mindenki vigyáz a lelkére, vigyáz a gondolataira, az érzelmeire és a cselekedeteire. A kétarcúak bizony mind a pokolba kerülnek. Azután írtam egy csikung füzetet, legalábbis annak indult, de közben ráébredtem, hogy leírtam azt, hogy hát a végtelenből jön ez az energia, ami soha ki nem fogy, amit lehet programozni, oda irányítom, áramoltatom a testembe, ahol akarom. De mi is ez az energia? Honnan? Akkor megint csak le kell írnom az egész világi felépítését és működését. Hát ebbe ugyanúgy benne van, de ebbe három nehézségi fokozatban, úgyhogy mindenki válogathat magának, illetve amikor már háromszor elolvasta, akkor utána a lábjegyzetet is olvashatja. Addig nem ajánlom, mert tényleg fogós egy kicsit. Azután hát nagyon elromlott a világ. És erre szeretnék gyógyírt, megoldásokat javasolni. Ezért indítottam egy füzetsorozatot. Ez az első része, és ennek az a címe, hogy szellem, lélek, test. És ebben még az alapvető felépítést taglalom viszonylag egyszerű formában. De már előrevetítem, mindenesetre egy rendkívüli iskolagyűlési kőkörökben alcímmel szerepel ez a kis füzet, és egyáltalán ezek a kőkörök is, hogy micsodák. Mert nem csak csillagászati megalitok, hanem ennek például Bácskában is ugye most találtak egy háromos kőkört, és miért három? Meg mi van a közepében, ott van egy halom valami, mi az? Hát az a három elektronhéj, amelyiket használ az emberiség. A legkülső, az a tárgyi világ,
befelé a második az érzelemvilág, az asztrális világ, a harmadik pedig a mentális világ. A többit azt másképpen használjuk, de arról már nem térek ki. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Ha valakit érdekel, itt még meg lehet találni. De még van időm? Ja, 5 percet. Akkor egy meglepetés vers. Mondjuk, hogy helyre tegyük a dolgokat. Na, itt nyílt képen. Hogy helyére tegyük a dolgokat. Egy versikét szeretnék felolvasni. Tudd meg, ki vagy. Létezik az egység, és benne az egyén, ki lát, és felfogja a csodát, mely maga a világ. Lehet igaz vagy hamis, jó, rossz, szép vagy csúf. Olyan lesz, amilyennek látni akarod, mert a te tekinteteden át változik a világ. Nyer önzést és gyűlöletet, félelmet, gyötrelmet, reményt és szelítséget, értelmet, kellemet, szépséget és szeretetet. Lásd meg, ember, tudd meg végre, ki vagy. Miért jött létre a gondolatban résztvevő agy? Halkan súgom, hogy meghalt. A Teremtő Isten, te magad vagy. Teremtesz gondolattal, teremtesz szóval, igazzal, hamissal. Teremtesz mosollyal, jókedvel, kacallyal. Teremtesz könnyel, búval és bánattal. És teremtesz gonoszan, vesztőn, ártással. Ez a te egyéni létedből fakadó, mely nagy részt természeti rendet tagadó. Ezernyi a szó, mely téged jellemez, de elég egy, ha árad lényedből a szeretet. A szeretet, mely nem lát, nem hall, nem érez, mindent átjár, átsző, delejez. Vonz mindent, mi természet szerinti, egységbe fon, mely a szépséget, a jóságot, az igazságot hirdeti. De tisztelt természeti egyisten uradat, ki benned minden részedben lakik, légy alázatos, mert megbűnhődsz, ha a gőgség hamis fénye elvakít. Mondom, ember, figyelj vezérlő atyádra, ki szeretetben osztja kegyét, ha ellenszegülsz, betegséggel bünteted magad. Ha híve vagy, befogad, kitárja kebelét. A menny fölé csempézett Isten bálvány ledőlt. A gonosz ki alattomban elméket őrölt, hatalma fölötted megszűnt, elszállt, szerte foszlott, mert elméd újraéled, tiszta, mint hajnali hó, s nem lesz többé megalkuvó. Lelked rebdes, szabad, és általad létrejön végre a szent, teremtő, igaz akarat. Köszönöm a türelmeteket, jó egészséget kívánok!